szerepet ott a 6000 főnyi közönség. Sikesdi tört előre, s remek visszagurítása a felfutó Bodony elé került. Mező vetődve sem tudta hárítani az egykori debreceni csatár lövését. 1-0 a Honvéd javára. 8 perc múlva ismét gólt ért el a Honvéd. Kovács Kálmán iramodott meg, Mező először még hárított, de a szabadon hagyott Bodonyi ezúttal sem hibázott. 2-0 a Honvéd javára. A külföldről érkezett megfigyelők vajon mire gondolhattak, amikor Dittári egy ilyen remek kiugrás után ennyire mellé helyezte labdát.